Családi pótlékot kapok, a gyerekek rögyest, szóval ebből szükösen érdegélünk. Két kis szobában élnek 8-an horváték. A családfő elvesztette a munkáját. Ő most a 22.800 forintos aktív korúak ellátását tudja hozzátenni a családi kasszához. Az asszony sem talál munkát. Szóval szeretnék, igen, de nincsen. Szóval én nekem egy 4-6 órás munka felelne meg, szóval nincsen. Ugye a vírushelyzet miatt se tudnak felvenni. A család most csak azért nincs elmaradva a csekkekkel, mert egy hátrányos helyzetűeknek szóló pályázaton keresztül segítettek nekik. Kifizették novemberig a számláimat. Nem mindenki ilyen szerencsés, pedig az önkormányzat is igyekszik segíteni. Teljesen lehetetlen helyzetbe kerültek ismételten a családok, azzal, hogy az álláskeresési járadék 3 hónapja nincsen meghosszabbítva. Éjjel például nem tudom megmondani, hogy miből fognak a családok az elkövetkezendő hónapokban megélni. A szombathelyi önkormányzat amivel tud segíteni fog, én azt gondolom, hogy országosan szinte egyedülálló mértékben növeltük meg a szociális támogatás mértékét idén. A szombathelyi távhőszolgáltatónál egyelőre nem érzik, hogy jelentősen megemelkedett volna a nem fizetők száma. A Vasi Víznél mintegy 10%-kal nőtt a kintlévőség a vírushelyzet súlyosbodása óta. A korlátozásokat is felfüggesztettük. Legalábbis tavasszal, most a többi vízszolgáltatóval összhangban egyelőre kivárnak. Egyeztetünk a társvízművekkel, az ország többi részén figyeljük, hogy ki milyen intézkedést tesz, és ha náluk is bevezetik a moratóriumot, akkor valószínű, hogy nálunk is ez a karácsony előtti időszakban így fog történni. A Nemzeti Közművek Energia ZRT viszont a napokban már lépett. November 29 és január 8-a között egyetlen lakossági fogyasztónál sem kapcsolják ki az áramot és a gázt,